Sziasztok! Az utóbbi időben egyre több vezetéknélő szolgáltató partnerünk kopogtat meg hozzánk azzal, hogy hálózatát szeretné részben vagy egészében vezetékessé, jellemző most már optikai kábeles migrálni. Ahogy megszoktattátok, az Access Point ez a konzultáción keresztül egészen a termékeken, aktív és passzív eszközöken át mindent tud biztosítani. A legújabb ilyen termékünk ezzel kapcsolatban a NetStork hálózat nyilvántartó szoftver. Miket is tudunk nyilvántartani benne? Legfontosabb a nyomvonalunkat, a nyomvonalon belül az oszlopsorunkat vagy a védőcsöveinket, a védőcsövekben lévő kábeleket, kábelekben lévő pászmákat és azokban a szálakat, az összes kötésünket, kábeltartalékunkat, osztóinkat, patch paneleinket, IP eszközeinket, mint például egy Ethernet vagy PoE switch, a GPON eszközeinket, lényegében mindent, ami passzív hálózat eleme. Ha ilyen nyilvántartásotok pontos és napra kész, azzal egyrészt az ügyfélszolgálatnak adtok nagy segítséget, mert hogyha be kell kötni új ügyfelet, esetleg bérbe akartok adni egy sötét szálat, akkor azt pontosan és napra készen látjátok, hogy meddig, melyik kábelben, melyik szál, ami szabad. A másik nagy előnye, amikor hiba van. Technikusoknak nem mindegy, hogy napokon vagy egy órákon keresztül keresgélik a hiba forrását, vagy a nyilvántartásból el tudják venni, melyik szálat, melyik kábelt kell, esetleg melyik kötést kell elővenni, és megnézni, hogy minden rendben van-e vele. Egy nagyon egyszerű felülete van NetStorknak, egy ablakos, itt láttok mindent, a térképet, illetve az objektumokat különböző nézőpontokban. Ugye említettem, hogy ez az OpenStreetMaps alkalmazásával tudtok böngészni az utcákon, a területen, és én most itt egy demo hálózatban mutatom meg nektek, hogy milyen objektumokat, meg milyen nézőpontokban nagyon átlátható módon hogyan tudjátok kezelni a hálózatot. Pirossal látjátok itt a különböző nyomvonalakat, meg itt a kis kockák az aknáink. Ha rákattintunk egy ilyen aknára, akkor látjuk, hogy onnan milyen irányba mennek még tovább védőcsöveink, vannak-e benne hegesztéseink, itt ezek a háromszögek, és ha rákattintunk egy ilyen hegesztést, akkor rögtön látjuk, hogy melyik kábel, melyik pászmája, melyik irányba, hova van hegesztve. Ez szerintem egy teljesen átlátható rajz. Ahogy a pászmára rákattintotok, rögtön szétbontja nekünk az összes szálát, és akkor látjuk, hogy a FO1-es optikai kábelünk kék pászmájának kék szála, az a FIST GC02-es kötésszerelvényben rá van hegesztve egy FO3-as optikai kábelünk kék pászmájának szintén kék szájára. Nem csak kültéri, alipítményes vagy oszlopos léges hálózatot tudtok benne nyilvántartani, hanem a rekszekrényeket is szépen ki tudjátok benne rajzolni, illetve több házakba is fel tudjátok vinni a különböző emeleti dobozokat, szinti dobozokat és azoknak a szál elrendezését. Lehet látni, hogy ez a példán például, hogy ebben az utcában két emeletenként van egy dobozunk, az 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es dobozok, és itt színnel látjuk, rögtön látszik, ez automatikusan jelöli, hogy ezek a világos zöldek, az 1-es világos zöld dobozba, sötétebb zöldek a 2-es sötét zöld dobozba, és így tovább vannak bekötve. Akkor rákattintunk egy ilyen szára, akkor pontosan látjuk, az 1-es lakás, az a piros szálunkra lesz majd ráhegesztve, ami elmegy egészen a utcai rendezőig, és az később megy tovább egy regbe. És ezekre, ahogy a nyilakon kattintgattok, szépen tudjátok vinni tovább a nyomvonalatat egészen a központig. Első nekifutásra szokni kell a szemnek, de higgyétek el, hogy nagyon könnyen lehet benne dolgozni, és nagyon-nagyon hasznos, hogy pár kattintással átláthatjátok az egész nyomvonalat. Itt például láthatjátok, hogy egy központunkból indulunk el a rekünkből, szépen megmarázol a rek, patch panelek benne, patch paneleknek a szálkiosztása, hát ez igen, ez jó keszekusza, mert ugye sok szálunk van szálosztókkal, de hogy rákattintunk, elkezdjük, látjuk, hogy melyik később hova van tovább kifejtve. Ez ugye egy kábelünknek különböző pászmája, piros, a zöld, a kék és a sárga, hogy látjuk a keretekből. Ezeket szépen összezárjuk akkor
akkor előkerülnek ezek a jobban átlátható színek. És ezek a nyilakkal, ahogy elindulunk az épületből kifele, tudunk menni ugrásra, ugrásra a nyomvonalunk mentén. Tehát elindulunk ebből a ez a zöld szállat akarjuk végignézni, merre is megy, akkor ahogy kattintgatjuk a térképen, és mindig látjuk az a következő aknát, ahova ez a kábel valamilyen eseménye van, például hegesztés, ahogy itt lent is láthatjátok. És hogy megyünk tovább, következő aknába, és így egészen az előfizetőig el fogunk jutni, ami egy utcában van, egy épületben, valahol lent a pincében, és ott egészen a lakásig el tudjuk követni különböző osztók keresztül, hogy ki is van rákötve, vagy kik is vannak rákötve. Ami egy érdekesség a szoftvernek, hogy azon kívül optikai és HFC hálózatokat is tud kezelni alapszinten, de a rádiós linkjénket is fel tudjuk benne vinni. Van egy olyan objektum, aminek az neve, hogy antenna, és akkor azt meg tudjuk adni a nyitási szögét, távolságot, különböző paramétereket, de csak nyilván indikatív jelleggel fel tudunk benne vinni, mit hány gigahertzes, milyen szabbendet használ, stb. És amikor ezt a térképen elhelyezzük, akkor látni fogjuk, hogy ezekkel a paraméterekkel mely előfizetők fedhetők le vele, és hogyha szeretnénk egy ilyen linket benne nyilván tartani, akkor látunk bökni, és azt tudjuk mondani, hogy ezt a házat erre a rádióra rákötjük, és akkor egy ilyen szép kék vonallal jelezni fogja nekünk, hogy az egy élő link. Nyilván egy ilyen pár perces videóban nem tudjuk nektek bemutatni a program összes funkcióját és használatát, ez csak egy ízélítőt szerettünk volna belőle tartani, hogy egy áttekinthető, könnyen használható szoftverről beszélünk, de ahogy ezt tőlünk megszoktattátok, minden termékünkhöz természetesen a Nestorhoz is tartunk oktatásokat, tréningeket, workshopokat, aminek keretén belül az utolsó szögletet is megtanítjuk használni, és ilyen egy napos tréning után bátran le tudtok ülni, és az egész hálózatotokat meg tudjátok benne rajzolni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek! Ha bármit tudunk segíteni, kérlek szépen keressetek minket, illetve hogyha bármi másról szeretnétek hallani videót, akkor azt jelezzétek a kommentekbe. Sziasztok!